Barbara Tejbár, zenés játék. Rejtő Jenő kis regényéből írta Semsey Jenő. Versek Rudnai Gábor. Zenéjét szerezte Tamási Zdenko. Hová megyünk ma este, apukám? Moziba. Zé, a fekete lovas újabb kalandjai! Tessék befáradni! Leszállított helyára! Ketten egy-egyel! Zé, a fekete lovas! Megjelent a pesti napló! Szenzációs a pesti napló! Dolfus kancellár és Mussolini találkozója! A pesti napló! Gyere, felülünk egy fordulóra! Gyerünk! Van valami izgalmas új könyves, Lacka? Van, kérem szolgálatára. Ezt tessék megnézni. Ebben annyi a hulla, hogy magyar olvasó még annyit nem látott. Miről szól? A világháborúról. Főszerkesztő úr, kérem. Mi az, Márton bácsi? Itt járt a rejtő úr, a főszerkesztő urat kereste. Előleget akart kérni. Hát, ha visszajön. Ha elhozza a kéziratot, adjon neki 20 pengőt. Halló? Barbara Tejbár. Lesz szíves, kérem, a vörös plekket a telefonhoz hívni. Még nem jött be. Köszönöm. Jó napot kívánok, Igledis úr. Jó napot, Martin. Szabad az asztalom? Ilyet kérdeznie sem szabad, uram. Parancsolja. Hello, neni. Van piskótája? Teljes vagy csokoládés? Rumos. Az nincsen. Akkor adjon egy császárzsemlét. Az élete nem ér egy fabatkát, ha nem kóstolta az ízes buktát. Megszelidült volna sobrióska, ha rászokott volna a briósra. Itt van kenyeres, 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 kedves, kenyeres. Tessék, urak, tessék, tessék. A sörnek is az a jó szokása, jobban csúszik, hogyha van pogácsa. Ne csorogjon a szeméből pacni, megvigasztalja a sajtos pacsni. Itt a kenyeres, 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 kedves kenyeres. Tessék, urak, tessék, tessék, kenyér, kenyeres. Meghízhat itt akármilyen nyiszlet, potom pénzért, ez aztán az üzlet. Indiánért minden ínyenc habzsol, orra sem látszik a tejszínhabtól. Itt a kenyeres, 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 kedves kenyeres. Tessék, urak! Nyújthatnám még tovább, mint a rétest. Válogathat sósat, sajtost, édes. Egy szó mint száz, így van, kerek perec. Megkaphat itt mindent, mit csak szeret. Itt a kenyeres, 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 kedves kenyeres. Tessék, urak! Vanisznak estére meg kell halnia. Rendben van. Varinsz halála csak egy jól irányzott szúrás dolga. Na, és a pisztoly az kutya? Nem kutya, de hangfogó kell rá. Ez bonyolultá teszi az ügyet.
Maradjunk csak egy pompás, jól irányzott tördöfésnél. Hát legyen tőr. Esetleg görbe késsel a fejét levágni. Mi? Nem rossz. De akkor délután kell Varinszt megölni, mielőtt Maud megérkezik. Lehet, hogy itt mégis a pisztoly lesz az igazi. Mi, hova lehet elrejteni az áldozatot? Ez igaz. Hiába töröm a fejem délóta, nem jut eszembe semmi alkalmas hely Varinsz teteme számára. Ha most megbeszéljük, akkor én levágom, mint a pincs. Uram, mondja, maga itt a főnök? Igen. Bocsássam meg, hogy a szundikálásából felzavartam, de azt hiszem értesíteni kellene a rendőrséget. Két vendég ott a pálma alatti asztalnál arról beszél, hogy meg kellene ölni valami Varinszt. Varinszt? Jújj, nem rossz ötlet. Hogyha? De hova rejtik a tetemen? Mi? Tetem? Nem értem. Önnek ebben része van? De mennyire? 35%. Azonban, ha még csak a Varinsz problémánál tartanak, jaj, akkor abból már nem lesz regény. Ja, szóval regényt írnak. Természetesen. A Barbara Teibár minden stamm vendége regényíró. Értem. Detektív, cowboy és légiós regényeket írnak, kizárólag angol álnéven. Két keresztnevet jelző előbetűvel. Előbetűvel? Igen. PG... vagy Higgy, vagy AJ. De mire jó ez? Uram, ne legyen naív. Angol címke jó árut jelent, igaz? Magyar szerzőtől senki se venne meg egy sort se. Hát képzelj el, hogy festeni a Dartmoori kastély rejtélye, írt a Kovács Márton. Ha maga megvenné? Nem. Na látja, de a Dartmoori kastély rejtélye írta, W.R. Milston. Az már egészen jól hangzik, nem? Hát remekül. W.R. Milston, egyébként ott ül a második ablaknál. Rákos Csabán lakik, és az igazi neve Moravcsik Lajos. És az ott vele szemben? Az Mr. E.D. Igladis. Iglódi Dezső. Mögöttük ül J.H. Morris, vagyis Sikora László. A bajuszos Wilmian Petkins, azaz Petko Rudolf. Ő mondta, hogy levág valakit ma este. Jaj, a kiadót, uram, a kiadót. Ja. Jegyezze meg, hogy este mindig levágnak valakit. Vagy engem, vagy a kiadót. Engem sűrűbben. Mivel ebbe a tejcsarnokba csupa kalandregény író jár, elhiheti, ha állítom. Több regénynek vagyok az áldozata, mint a Scotland Yard kimutatásában szereplő gyanús tetemek összesen. Gondolja? Ezt fogadhatja nálam. Fogadni az ügetőn szoktunk. Az ügetőn trénel voltam, az nem köthet fogadást. Szép szakma, az ügető. Szép volt. Volt? Hát miért hagyta el? Ó, hogy riszálja kerek farád, látod, barátom, Barbarát, megvadulsz, hogyha rád tekint, zsebedben nem marad egy fityin. Nem látsz több ipari pár, fizesd a tarifát, s minden oké. Hogyha megtelt a tribün, mint győztes tribun, jön a zsoké. Mennyi siker lesz millió, dől a pénz jó a millió, mindenki nagy jövőt jósolt, szebb szakma nincs, mint a lósport. Nem látsz több iparipát, fizesd a tarifát, s minden oké. Hogyha megtelt a tribün, mint győztes néptribun, jön a soké. Nem volt senki neki sok sansza, aztán fejbe rúgott egy kanca. Hordágyon vitte ki a galopról, s a kórházban egy jó doktor összestoppol. El sem kezdtem, s már talán
a Szent Mihály lován nyargalhatnék. Szörnyű élet, szörnyű sors, csak tudnám miért iporsz, bár meghalnék. Ültem, mint a török szultán, fejemen volt egy nagy turbán. Nem kell az ebéd, akármi volt, kapjon a szakács egy sejem zsinót. Nem telt el egy pillanat, s a szemem fennakadt, bejött egy nő. Ritka, bájos, ritka szép, kezében krumpli pép, enyemben ő. Asszony lett így a lányból, s tejcsárda a hozományból. Nagy rokonságra is szert tettél, hiszen itt mindenki tejt testvér. Jól látszik az ablakból, udvaron abrakol a névadó. Ez egy biztos kapala, hát éljen Barbara, a csodaló. Jól látszik az ablakból, udvaron abrakol a névadó. Ez egy biztos kapala, hát éljen Barbara, a csodaló. Értem. Ezért nevezik a tejcsarnokot Barbara tejbárnak. Ön pontosan találta. A kancáról csak ennyit. Igen. Viszont ha Varinst még idejében leszúrják... Azt hallottam, hogy előnyben részesítik a zajtalan pisztolyt. Jaj, a szóban forgó pisztoly neve hangfogó. Ja, bocsáss. A zajtalan kifejezés settenkedő egyének, esetleg különleges írógépgyártmányok hallgatagságát fejezi ki. Na, viszont írógéppel nem lehet ölni. Jegyezze meg, kedves uram, ölni mindennel lehet. Kivéve talán a pisztolyt, mérget és hasonló alkalmatosságot, amelyekért a kiadók manapság már alig fizetnek. Itt legutóbb megöltek egy dél-amerikai bankárt a rejtélyes sörnyító segítségével, úgyhogy új lenyomat sem maradt a szerencsétlenből. Az egyik főszerkesztő, az, akit éppen az imént kihallgatott, I.G. Patkins, az ausztráliai Lady Fakot egy olyan találmánnyal tette el láb alól, amely az embert egyetlen másodperc alatt vegyi képleteire bontja. Ha jól emlékszem, ebből a hölgyből nem maradt más, mint H2D2 és SO4H2, azaz egy kis vitriol. És öltek már regénnyel is, mert egy szerkesztő halálra unta magát olvasás közben. Ezért ön sosem mondja, kedves vendég, hogy mivel lehet ölni, és mivel nem lehet ölni, mert talán éppen a zajtalan írógép titka lesz I.G. Patkins legközelebbi regényében a bűntény megoldás. Hát, megnyugtatott, és mivel nem szándékozom a közeljövőben detektív regényt írni, fizetek, s távozom. Viszlát! Bocsánat, főnök úr, nem akartam közbeszólni, de az írógép az én ötletem volt. Kénytelen leszek I.G. Patkins urat plágiumért beperelni. Nevetséges, az én ötletem volt, kérem. Az ember már egy ötletet sem mesélhet el nyugodtan. Martin, maga főpincének jött a Barbara tejbárba, és nem ötletkereskedőnek. De ha van ötlete, ne sajnálja tőlük, mert ha nincs ötletük, annak maga adja meg az árát. Ha van ők adják meg. És a kávé ára emelkedik. Rendkívül fontos az, hogy Varinst tetemét idejébe elrejtsék, mert 6 óra után a kiadóhivatalban nem váltják be a szerkesztőségi utalványokat. Minden tetem, tetemes áron, mindent vehet az alkalmi ötlet vásáron. Tudjuk, hogy a cipő hol szorít, megkaphatja hitelbe a jó sztorit. Ötlet hiány, ne törjön ki pánik, jól jár minden író, ha ránk számít. Megmondjuk, hogy hogyan tegye kiadóját lóvá, de rossz néven ne is vegye, jár nekünk a lóvé. Eredetünk néven írni öngol, divatosabb cikk az, ami angol.
elájulnak a sznobok a rangoktól, ragályos lett a szellemi angolkor. Minden tettem, tettemes áron, mindent vehet az alkalmi ötlet vásáron. Tudjuk, hogy a cipő hol szorít, megkaphatja hitelbe a jó sztorit. Meg fogjuk a csalódástól óvni, nem remekmű közönséges bóvli. Nobel-díjjal nem kecsegtette, könnyít a dolgán, megszerezhet sok receptet a boszorkány konyhán. Félszagától ne fogja el undor, mindegy, hogy a kritikus mit gondol. Ismerjük már a közönség ízlését, tudjuk, hova töfje a hős kis kését. Minden tettem, tettemes áron, mindent vehet az alkalmi ötlet vásáron. Tudjuk, hogy a cipő hol szorít, megkaphatja hitelbe a jó sztorit. Áldást hoz a múzsa rúzsa, művét siker koszorúzza. Krimi vagy békés idill, de a kuncsaft mindent kibír. Krémregény vagy kémregény, minden iránt van igény. Afrikából fú a passzát, hízlaja a keszek kasszát. Minden tehen, tettemes áron, minden tehet az alkalmi ötlet vásáron. Tudjuk, hogy a cipő hol szorít, megkaphatja hitelbe a jó sztorit. Főnök úr, én nem akarok Petkins úrnak ötleteket adni, de szerintem a kémény az, ami elsősorban alkalmas. Módról fel sem tételezhető, hogy nyomban megérkezése után a kéménybe keresse Varinzt. Martin, már megint kezdi? Ez a mód okos és kemény teremtés, továbbá végsőkig elszánt, mert családi ékszerei forognak kockán. Lehet, hogy használható az ötlet. Halló! Petkins, mi van a kéménnyel? Megjegyzem, nekem ezért részesedés jár. Nem jó, tél van, fűtik a kastélyt. A kandallóból kitóduló füst mindent elárul. A kémény igenis jó, mert ha füstöl a kandalló, arra gondolnak, hogy nedves a fa. Semmi esetre se bontják le a Varinz kastély tetején az évszázados kéményt, különösen mód nem tesz ilyent érkezése napján. A kémény akkor lenne jó, ha a detektív éppen a kastélyban tartózkodna, és így a kandalló füstölése nyomra vezetné. És ha Varinz megvárná a detektív érkezését? Na, a gondolat nem rossz. De miért jön a detektív, ha Merkint nem gyilkolták meg? Lehet a rokonuk. Nem, Varinznak meg kell halnia. Nyomtalanul eltűnik estig. Legyen podgyász. Wickfield kisállomás. Feltűnik a nehéz bőrönd a podgyász raktárban. Hát maradjon Varinz ez egyszer életben. Tán jó útra tér, és kiengedi a karmaiból megboltont, aki a terveket őrzi. Én sajnálom Varinz. Martin! Igenis? Egy mazagránt. Igenis, egy mazagránt. Nenni mindenkit sajnál. Jobb, mint egy falat kenyér. Ha tőle függ, de még a tiktokzatos Mr. Morston is életben marad. Maga, ne szóljon bele, Nenni! 3:45 van. Csak tegyék el Varinz lábalól, mert itt nincs több hitel. Maga pedig Martin vigye ezt a mazagránt. Igladis úr is tartozik 12 pengővel. Viszem már. Tessék a mazagránt. Kösz. Mondja, Martin, meddig is tart a légiós kiképzés? 2 hónap laktanyai, 2 hónap sivatagi. Kösz. Parancsol még valamit? Kösz, semmit. Mit ír, Gladys úr? Azaz csak írna, mert úgy látom, megakadt. Plek maga egy zseni. Honnan tudja, hogy megakadta? Honnan, hogy rendel egy mazagrán, sokat néz a fali órára, néha megrándul a szemöldöke, de a ceruzája csak áll a papíron. Permanensen és hiába. Az ördög tudja. Valóban. Itt megakadtam a történetben. Hogyha hiányzik még néhány flek, kapóra jön mindig a vörös plek. Úgy kezdődik, hogy a légió toborzó irodájában... Várjon!
Kezdje mindjárt a 90. oldalon, amikor az őrmester kelet felé mutat, és azt mondja, gardez-vous, fiúk, a pakolva is. Ma megmentjük a légió becsületét. Ha, ava. Na hát éppen itt tartom. Na várjad. Fiúk, és az őrmester az oázisra mutatott. Hmm. Még ma vagy eljutunk oda. Ezek eljutnak, nem kétséges. Ezt az egész dolgot hagyja ki. És hagyja ki azt is, hogy a menetoszlop kitart végig az oázisig. Inkább ott kezdje a leckét, ahol a sejk hordáit kvázi egyenlővé tették a földdel. Addig, ha megengedi, addig megiszom ezt a kis kávét. A sejk hordáit. De hiszen ez az én kávém. Hát éppen azért, és megeszem a süteményét is. Tessék csak tovább olvasni. A távolban elhaló harci dübörgés. Elcsendesedett minden, és a sejk hordáit szinte egyenlővé tették a földön. Aztán mindenkit. Mindenkit. Mindenkit befedett a sivatag állandóan röpködő pora. Ezeket elengedhetné nekem a röpködést. Hát nem ezt akartam olvasni, szó sincs röpködésről. A szállongó por fedte be őket. Röpdösni a madarak szoktak. Ha befejezte a természetrajzórát, térjünk a tárgyra, mert más dolgom is van még. Na, szóval... Itt esik a regény, mi? Úgy van. A végére már van hatásos rész, amikor leleplezik a leleplezést, és kiderült, hogy a lány fivére ártatlan meghurcolás áldozata volt. De addig két ív. Nagyon egyszerű, egészen bizonyos, hogy van a légióban egy mellékvonalban szereplő fiú, akinek nem tudják a nevét, nem tudják milyen nemzetiségű, hol született és minek. Szomorú és senki sem bizalmas. Mert véletlen van ilyen. Na, kész szerencse. Maga épp a harcnál tart, tehát a harcban megsebesül és meggyónja egy barátjának a halálos pillanat közelettével, hogy mi a neve, a nemzetisége, hol született és minek. Aztán visszahanyatlik. És meghal. Meggyógyul. Őrült. Attól még meggyógyulhat. Maga őrült. Mi értelme van? Na, meséljem. Szabad egy cigarettát? Pont két ív. És feszültség is van benne. Na, képzelj el, meggyógyul a haldokló, ott menetel a Szahara poklában, a sietve futkározó porfájtlak alatt, és valaki tudja a titkát, érti? Uh-huh. Amit azért mondott el, mert azt hitte, meghal. Most a legnagyobb gondban fő a feje, mert életben maradt, és nem vitte a sírba, hogy elárulja a titkot. Remek. Na. Hanem azért mégiscsak szemtelenség, hogy így egyszerűen oda telepszik valakinek az asztaláz, mikor látja, hogy ír, és megissza a kávéját, megeszi a süteményét. Rendben van, majd később még visszajövök magához. Most átmegyek a csilingelő gyilkos szerzőjéhez. Tudja az, aki csengetéssel jelzi áldozatának, hogy ütött az utolsó órára. Ezzel a csengetéssel? Nem, ezzel a főnök, Hogarth jelzi, hogy megjött a friss tepertős pogácsa. Hogyha hiányzik még néhány flekk, kapóra jön mindig a vörös plekk. Nos, Milston úr, hogy haladunk? Kitűnő minden, de itt középen ez a rész, ahol a nagyhercegnő elutazott, és az irattáska ott van a kő alatt, az atomrombolás titkával tudja, ide-ide kell valami. Uh-huh. Amíg Melville visszatér Skóciából, hogy leszámoljon a kapitánnyal. Leszámoljon a kapitánnyal? Igen, igen, van valami jó tipje, két ív kéne. Nagyon egyszerű. Talán akad egy rész a regényben, amikor a főfelügyelő teát főz a Scotland Yardon, és a nyomozás hol pontra jutott, nem? Véletlenül van ilyen rész. Na hát ez nagy szerencse, mert akkor valaki jelenti, hogy meglett a táska, amiben a csatahajó tervét rejtették. És így semmi akadály, hogy vízre bocsássák az atomromboló maszádot. Na. Micsoda hülyeségeket beszél, az atomrombolás az egy elmélet, a mai technika csúcsa. Legyen, olyan mindegy, hogy helyesen mondjuk el vagy sem azt, amit egyikünk sem tud. Mégis ajánlom az atomrombolót, mert jól hangzik. Szóval óriási szenzáció. Seng a telefon, herceg a rádió, dübörög a rotációs, megkerült a narancsszínű táska, vagy olyan színű, amilyet akar. Véletlenül épp narancsszínűt írtam, na de a táska nem kerülhet meg, csak a végén, amikor Melville leszámol a kapitánnyal. Az igaz, de megkerülhet egy hamis táska, amivel tévútra vezetik a rendőrséget. Mondjuk a kapitány tette, aki a nagyhercegnő utazásából joggal következtet arra, hogy Melville leszámolásra készül. Kész. Két ív. Black maga napról napra erőszakosabb lesz. Legyen szíves, és hagyjon írni, és főleg ne egye meg a vacsorámat. De... Tessék! Már megzabált az egész tejfeles túró. Kedves főnök úr!
a legnagyobb örömöm ebben a tejvóban, ha magát meglátom. Tudja, van valami a maga lényében. Hagyja, Plek! Most üzletről akarok magával tárgyalni. Kereshet 4 túrós süteményt. 4? Miről van szó? Na, van nekem egy vidéki rokonom. Megteszem. Azt se tudja, miről van szó. Miről lehet szó? Kalauzolom, ha akarja, feleségül veszem a lányát, betársítom a tejvóba, esetleg megölöm zenélő autogénvágóval. Persze, ezzel feláldozom legzseniálisabb ötletemet. Milyen helységben él a vidéki rokon? A vidéki rokon itt van a tejvóban. Értem, tolni kell, hová? A vidéki rokon nem béna. Nem. Jelenleg még nincs semmi baja. De szeretném, ha regényeket írna. Rábeszéltem, hogy utazik a fővárosba. Megírtam neki, hogy itt különösebb ész és tehetség nélkül többet lehet keresni, mint ott a tanítóskodásra. Milyen igaza van maga, nagyon okos ember, Mr. Haggard. Na, sejtheti tehát, hogy miről van szó. Ha megtanítja ezt a rokonomat kalandregényt írni, fizetek magának természetben 4 kávét és ugyanannyi túrósüteményt. Kevés. Tanító tanításra minimum 6 túrós. Rendben van. Ott ül a rokon. Most 4 óra van, maga 10 perc alatt megtanítja őt az egészre, kicsit segít neki, és 6-kor ott lehet a regény akármelyik kiadónál. Majd maga elintézi, hogy azonnal elolvassák. Ha? Igen, igen. Engem jól ismernek a szakmában. Hogyha hiányzik még néhány flekk, kapóra jön mindig a vörös plekk. Uram, ismer ön engem? Nem, nem volt szerencsém. Én vagyok a vörös plekk. Á, örvendek, nevem Farkas Dávid. Ezen majd segítünk. Van egy remek nevem Dugaszban. Már is az öné. Weehel Armstrong, isteni mi? Jó név, bocsánatot kérek, ez az én kávém. Bolt, egy kávén nem múlik. Sietnünk kell, 4 óra van. És 6-ra önnel be kell fejezni egy remek művet útbaigazításom alapján. Na, azt hiszem, Mr. Haggard beszélt rólam. Igen, ezért nem is lepett meg különösebben a viselkedése. Hát kérem, nagyon örülök. Azt hiszem, ha egy kicsit gondolkodunk, majd beszélgetünk. Sajnos erre most nincs idő, most írni kell. A gondolkozás felesleges időpocsékolás volna. Olvassa fel, amit eddig alkotott. Tehetséges regénynek látszik? Inkább szintézis, illetve pontosan egy rövid elemzés, úgynevezett tanterv. Sajnos kiadóinknál manapság mind tantervekben, mind elemzésekben a kereslet erősen hanyatlott, de azért csak olvassa. Igen, kéziratom, mint egy húsleves kocka kivonat formájában adja a kalandregények úgynevezett alapelemeit, vagy 100 regényt elolvastam, és az alábbiakban foglaltam össze tapasztalataimat a fogalmak tisztázására. Értem, a fogalmak tisztázására. A légió durva katonai csapat, minden katonája kezéhez vér tapad. Vállalták a sivatagi menetet, előre felvették az utolsó kenetet. 1000 veszély közt is fő a fegyelem, minden áron győzni kell, nincs kegyelem. A légió védi a kultúrát, nem sajnál egy nagy gyalog túrát. A légió harcban az él csapat, ellensége a fűbe harap. De mivel kenyere kinyírni könyörtelen, ahol már járt egyszer, ott többé fű nem terem. Légió, 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 légió. De azért az összkép mégsem ilyen negatív. Regény alakokból nem hiányozhat a szív. Szeretik a viszkit és a kártyát. A gyengébb nemnek fogják a pártját. Nehogy bárki jó hírüket roncsa, nem gyilkolnak önként, csak parancsra.
a légió védi a kultúrát, nem sajnál egy nagy kultúrát. A légió harcban az élcsapat, ellensége a fülbe harap. De mivel kenyere kinyírni könyörtelen, ahol már járt egyszer, ott többé fű nem terem. Légió, 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 légió. A főhős, fiatalos délceg nem veti meg a jó tréfát élcet. Természetes, hogy mindig csak győz. Annélkül nem is lehetne hős. Gondtalan ifjú, vagy lefokozott tiszt, csinos és karcsú, megnyerő arcú, illemtudó és a serkendője Matiszt. A légió védi a kultúrát, mert sajnál egy nagy gyalogkúrát. A légió harcban az élcsapat, de mivel kenyere kiírni könyörtelen, ahol már járt egyszer, ott többé fű nem terem. Légió, 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 légió. Kezdő színhely egy ócska, füstös kantín vagy kocsma. Magas, markos, marcon a katona terrorizálja a lebúj, asztal mögé lebújt, begyulladt vendégeit. De itt rendet teremt a hős, ki síkra száll a közérdekében. Így lesz újra édes Éden az odu. Mert itt is jól bevált adu, az a potom 30 pofon, amiután ezt a bután elbambult behemót, daliát, fenemót finoman kezeli fintorgó orral, finnyás mosolyjal, nem is nagyon, félig agyonveri. Nem volt kedve éjgyomorra ölni, helyre ül, s előkerül a kölni. Nem érhet igáns, hogy nem elegáns, hogy nem tudja, milyen most a divat, ő igazi gentleman. Ez a buli is lement, köhint egyet, aztán pincért hivat. A légió véli a kultúrát, nem sajnál egy nagy gyalogkúrát. A légió harcban az élcsapat, ellensége a fűbe harap. De mivel kenyerek kinyírni könyörtelen, ahol már járt egyszer, ott többé fű nem terem. Légió, 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 légió. A Szahara nagyon meleg terem. Itt napozik ruhástul a sereg. Exotikumot se kérjen számon, olykor mindent elsöpör a számom. Sikeres volt, mire szerte foszlott, harc edzettebb lett a menetoszlop. Igaz, hogy nem megy, csak vánszorog, szomjúságtól tikkat minden torok. Egy-egy halott, de ez csak az első fázis. Fel a fejjel, közeledik az oázis, de mire meglátnák az első pálmát, alusszák mind a hazugok álmát. A légió védi a kultúrát, nem sajnál
a légió harcban az él csapat, ellensége a tűbe harap. Tennivel kenyeret vinyírni könyörtelen, ahol már járt egyszer, ott többé fű nem terem. Légió, 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 légió. Tehetséges. Kicsit meg kell húzni. A tempó. Igen, pontos. De úgy nagyjából jól hangzik. Mint tanár meglehető stílus érzékkel bírok. Arról hamar leszokik majd. Senki sem regényíróként jön a világra. Az emberek előbb a világra jönnek, aztán írnak. És csak később kezdenek pénzt keresni. Miután negyed öt van, nehéz lesz hatra befejezni a regényt. Nem érdekel, hogy négy van, öt van. A túrós az hat. Ezt tessék tömören megjegyezni. És most fogjunk hozzá. Detektív regényt fogunk írni. Igen. Igen. Remek. Hatra meg leszünk. Az eleje két ív arról szól, hogy eltűnt egy nagyértékű ékszer, egy... nyakék. Bravo. Bravo. Szóval tisztában van a kalandregények fő törvényével. A detektív pipázzon, a bűnös legyen cinikus, és az ékszer legyen... Te? Nyakék. Nagyon, nyakék. Egy milliót érő nyakék milliót. A cári ékszerek közül. Értem. Na, ez 32 oldal. A nagy detektív egy éjszaka arra lett figyelmes, hogy váratlan megbízást kap. Azonnal igen? Felkelti segédjét, Watkinson, és közli bele, hogy alapos a gyanúja. Aha. A megbízás összefügg egy hölgyel, aki apró hirdetés útján közli vele, hogy megzsarolták. Ez másfél év. Másfél év. Igen, igen, igen. És most jönnek a... zsaroló levelek, tessék. Miért? Olvassa. Nincs kegyelem, embereim, figyelik, hogy értesíti-e a rendőrséget. 30 000 Fitch KP megmentheti hozzá tartozóit, átadni-e sorok átadójának ellen esetben T családtagjaitól már is eltekinthet, bandám nem ismer irgalmat, maradunk vérfagyasztó tisztelettel a halálfejesek. A halálfejesek, ezt olyan nagy betűkkel kell írni, hogy egy teljes oldalt betöltsön. Igen. Ezt egyébként Joker levélnek hívják, mert minden detektív regényben mindenkor közbeszúrható, és egy egész oldalt helyettesít. És nekem mit kell írni? Mindenféle, de gyorsan. Na de... Addig én elkészítem a megfelelő számú zsaroló leveleket. Maga meg olyasmit írjon, hogy a levél nyomán eljussanak egy trafikhoz, trafik? Amely mögött egy magányos kastély áll. Igen. És titokzatos verkliszó hallatszik az elhagyott mellék épületre. Verkliszó, igen. Igen. A verklis helyett egy zsaroló levelet találnak a némaházban, és egy hullát a kastély tavában. A detektív nem szól semmit, de nyomon van. Igen, és ki a tettes? Várjon! Még én sem vagyok nyomon. Megvan. Nos? A zsaroló levél nyomán a detektív talál egy hétágú kulcsot. Kulcs. Ez lesz a regény címe, a hétágú kulcs, érti? Igen. Igen. A detektívet foggyulejtik, de a házat megszállja közben a rendőrség. Úgy, hogy az általános zűrzavarban a detektív elmenekül egy vasajtón át, amit a hétágú kulcs nyit. Kiderül, hogy az titkos átjáró volt egy másik kastélyba, másik. És miután három zsaroló levelet találnak a cinteremben, nem kétséges a megoldás, a zsaroló ennek a kastélynak a tulajdonosa volt, és ezokból folytották a tóba. A verklis hordta szét a zsaroló leveleket. Értem, ez eddig egészen tiszta. Nem baj, ha leírja, majd zavaros lesz. Ne felejtse el, hogy Watmanson, a detektív barátja, feleségül veszi a grófnő társalkodó nőjét, és magukhoz veszik az árvát. Miféle árvát? Még ezt se tudja kitalálni. Egy árva ötlete sincs. Fogja hozzá, ez a fontos. A zsaroló levélért, amit Hogarthnál nem kötöttem ki, majd maga fizet. Én? No, mit kell nekem fizetni? A saját kávéját, amit megittam. Nem tudom, vidéken hogy vannak ezzel, de itt minden vendég ki szokta fizetni a saját kávéját. Na, fogjon hozzá. Helyes. Thank you.
van túró sütemény, Nenni. És ha van? 4 éve jár ide, és még sohasem vásárolt süteményt. Engem nem lehet megtörni holmi fejemre olvasott statisztikai kimutatásokkal. Lássa, kivel van dolga, adjon egyet, 6-kor visszaadom. Miből? A főnöktől jár. 6 túró sütemény. Sajnálom. Ilyen hosszú időre nem tudok hitelezni. Nincs magának szíven enni. De hát igaza van. Egy kenyeres lány legyen könyörtelen. Mondja, nem ismeri azt a fiatalembert ott a pálma alatt, a homályos sarokban? Jó, sajnos nem. Valami idegen úr. Nagy bánata van. Honnan tudja? Látszik rajta. Nem ír, csak úgy írogat. Úgy látom, tetszik magának. Ó, nagyon. Ha úgy veszük, bizonyos fokig inkorrekt eljárás a törzsvendégekkel szemben. Igen. Tudja, Plek úr, nekem már többen is szerelmet vallottak a vendégek közül, és... És nem tetszik magának egyik sem? Nem, Plek úr, egyik sem. Nekem álmom van, Plek úr. Álmai vannak, hát az más. Biztos pont egy író asztal, udvarias és tapasztalt könyvelő legyen az én uram. Álmom egy családi otthon, élnék, mint egy úriasszony, csendben, békén, viszton, boldogan. Sétálnék és olvasgatnék, magamra is végre adnék, helyre gyorsan telne az idő. Elhalmoznám földi jókkal, vacsorával, édes csókkal, minden este, mikor hazajön. Lennék én is úri dáma, minden ember megcsodálna, mikor járnánk a korzón. Ó, de messze még az ünnep, így csak a sörivó hümmő, úgy ámulva, bámulva, hogy majd lejti a korsó. Búcsút intenék a párnak, aztán egyszer egy vasárnap bevonulnánk, mint két spanyol drag. Mélyet hajul majd a főnök, köszön, mint egy úrinőnek, bonjour, nagycsasszony, kiszti hand! De Nenni, ez a csillogó, feketehajú, sápat fiatalember, akit maga úgy néz, biztosan nem könyvelő. Tudom. És mégis tetszik magának. Ilyen az élet. Fogadjunk, hogy ez egy újonc regényíró. Oda megyek hozzá, jó? Jó. Hogyha hiányzik még néhány flekk, kapóra jön mindig a vörös plekk. Jó napot! Mit ír? Búcsú levelet. Búcsú levél? Jó cím. Csak még egy szó kell hozzá. Ez a búcsú levél halálos. Még jobb, a halálos búcsú levél. És miről szól? Ha valaki öngyilkosságra készül, és az utolsó levelét írja. Most jön a fordulat? Úgy van. Odaül egy kövér, vöröshajú mamlasz az asztalhoz a teivóban, és az illető nem képes befejezni a levelet, amíg a rendőrség jön. Az ifjúnak nincs ide öngyilkosságra, de a búcsú levélben már vállalta, hogy ő a tettes, és véletlenül az új lenyomata is egyezik. Most jön a csavar? Nem, nem jön a csavar. A fiatalember meghal. Igaz, hogy pofoszkodik előbb, de meghal. És hová rejtik? A kéménybe, bocsánat, hogy a pincér beleszól, de szerintem a kémény első rangú. Ide figyelje, Martin, a kéményt én adtam át tavaly Gibil Robinnak. Nincs olyan nap alatt. Hát én mondok magának újat. Tavaly eltettem lábalól egy portugál özvegyet, és bombonierben vitték Lisszabonból Pekingbe. Megkérhetném az urakat, hogy hordják el magukat az asztalom környékéről? És menet közben küldjék ide a kenyeres lányt. Halálos búcsú levél, nem is olyan. Gyerünk, Martin. Nenni, bal a 3. Adjon egy almás lepényt. Vegye tudomásul,
hogy amikor búcsúzom az életemtől, azzal a tudattal teszem, hogy nem Evelyn az oka a halálomnak, hanem ön. Igenis, ön. Nem szégyelni magát. Öngyilkos akar lenni. A szó sincs róla. Ez az én vidám regényem. A titokzatos titkok titka. Nekem akar regényről hazudni. Ha ez a levél kibogozás lenne, akkor idézőjelbe írta volna. Hol itten az idézőjel? Adjon kérem egy almás lepét. Nem fogja ezt vásárlással mellékvágányra terelni. Mondja kérem, miért szánt el magát erre a legvégsőre? Látom, hogy elszomorítja a más baja, és ez szép vonás. Elmondom hát, hogy miért van vége mindennek. Nevem Jánosi. És mi az írói neve? Meg a betűje? Nekem nincs, csak egy nevem. Betűm sincs. De szeretek egy lányt. Ha kéz a kézben sétáltunk a parton, egy pillanatra ajkunk összeért, de hűvös szárnyakon leszállt az alkony, és haza csak az esti szél kísért. Ha szél zúgált az utca menti fákon, a szélben is az ő hangja felel, és ébredéskor az ő arcát látom, az ő képével alszom este. Szeretek egy lányt, régóta keresem, magányos évek után rám talál a szerelem. Keresek egy lányt, régóta szeretem, magányos évek után rám talált a szerelem. A levelet hoz néha nap a posta, az írásáról már megismerem, de félek, hogy csak bánatot okozna, hát felbontani már nem ismerem. Csak bolyongok, csak félálomba járok, az ismerős út olyan idegen, és nem zavarom, többé félre állok, de nélküle mit ír az életem? Szeretek egy lányt, régóta keresem, magányos évek után rám talál a szerelem. Keresek egy lányt, régóta szeretem, de újra vár a magány, elhagyott a szerelem. Ön nem szereti az a lány? Nagyon szeret, de szegény vagyok. Komolyan? Igen. Az nem baj. Én is tartozom a trottőrcipmárával, és nagyon szegény. Teljesen. Amint hallotta, nekem még betűm sincs. Mennyit keres maga hetenként? Hát azt nem lehet így megállapítani. Most a nyári hónapokban csökkent a jövedelmem. És télen mennyit keresett? Semmit. Heti jövedelmem nincs. Havonként 15 pengő, ami biztos. Hát miféle mesterség az, amiből mindössze ennyi a keresete? Költő vagyok. Bűn vagy szégyen, nem tudom, ostobaság. Na, a lány kezét megkérte egy tehetős úr. Márki? Nem. Mesterdetektív? Nem, géplakatos. De saját szabadalma van, terepszínű kompakt. Divatos cikknek ígérkezik. Evelyn nem akarja a szakítást, de belenyugodott. Szeret, de nincs értelme. És nem próbált semmi? Nézzen ki az ablakon. Látja ott szembe azt a hatalmas épületet? Az a Herald magazin épülete. Ott írok egy-egy költeményt néha, és elbírálom a beküldött verseket havi 15 pengőért. Sok költeményt írnak az előfizetők.
Ha valaha is előfizető lettem volna, érteném szomorú sorsomat. Na is? Markovics a kiadó hatalmas vagyonura. Nála jártam a házasságom ügyében, javítást kértem, vagy legalább valami készpénzt. Tudja, könyvkereskedést nyitnék. Mit felelt? Azt, hogy sok-sok szegény ember dolgozik a vállalatnál, és a Rockefeller vagyona is kevés lenne, hogy valamennyi segítsen. Ide figyeljem. Próbáljon írni neki egy szép, okos levelet, de komolyan okosat, hogy megismeri, amit maga tanult, amit elképzelt, és amit szeretne. Igen. Egy olyan nagy-nagy, megható levelet, amitől fölfedezik. Maga olyan lelkes, hogy még engem is magával ragad. Miért ne? Talán felfigyel a levélre a főszerkesztő. Talán, ha leírom, hogy foglalkoztam klasszika filológiával, lefordítottam Chateaubriand, és gyalog bejártam az országot. Én átviszem. Én szerencsés vagyok. Igen. Kétszer nyertem sorsjegyen ebben a hónapban. Jaj, rendben van. Adjon kézirat papírt, ott van a másik asztalon. Magam sem tudom, hogy miért, de bízom magában is, és bízom az ötletben. Tessék papír. Tanultam éjszakákon át Plátont és Szokrateszt, a lélek szárnyalt, az se fájt, ha sanyarog a test. Világot láttam szídítő, de hát nem hencegek, királyt nem hoztak az új idők, csupán egy herceget. Felé emelte hű szemét a nagy kupec-kupac, aranyként csörren a szemét, hajlong a sok ripacs. Ki adja vissza majd a hosszú-hosszú éveket, mert ehhez nem kell az egyetem, az ember tévedett. Vagy van más út is szép nemes, rendszeresen fel sem mérték. Oly út, mit járni érdemes, s mit feltársz örök érték. Korlátlan birodalom, hány hang is mennyi szín. A klasszikus irodalom, Goethe, Puskin, Shakespeare, Racin. Ne üljön csend a bírceken, szólalj meg anyagin. Hát kérdem tisztelettel, múlhat-e ez anyagin? Ha álmaimnak élhetnék, nyitnék egy könyvesboltot, szebb célra már nem is kérhetnék, és nem csak én lennék boldog. Ha levelem siker kísérné, egy nemzetnek tárulna fel a világ, s az ön nevét dicsérné velem együtt egy boldog család. Igazgató úr, kérem? Egy levél. Kitől? Azt nem tudom. Adja ide. Elmehet Marianne? Igenis. Nincs kegyelem. Embereim figyelik, hogy értesíti-e a rendőrséget. 30 000 Fitch KP megmentheti hozzátartozóit. Átadni-e sorok átadójának, ellenkező esetben T család tagjaitól már is eltekinthet. Bandám nem ismer irgalmat. Maradunk vérfagyasztó tisztelettel a halálfejesek. Úristen, a gengszterek már Pesten is megjelentek. Marianne! Parancsol, igazgató úr! Azonnal hívja föl a lakásomat! Igenis! Hello, itt Markovics lakás. Hello, egy pillanat kérem, a lakás, igazgató úr! Hello! Jean, maga az! Én vagyok, igazgató úr! Otthon van a feleségem! A nagyos asszony kora délután eltávozott itthonról, és még nem tért vissza. És a gyerek? Őt is magával vitte, uram. Jaj. Marianne! Igen?
Kérdezze meg a pénztárt, van-e készpénz. Azonnal szedjenek össze 30 000 pengőt, de gyorsan. Élethalálról van szó. Igenis. Jó estét, jó estét! Kedves főnök uram, maga... Tudom, az én lényemben van valami. Szó se róla, most másról van szó. A maga rokona, a vidéki pedagógus zseni. No. Szerényű útmutatásaim alapján tökéletes kalandregényt alkotott, no, melynek sorsa ma délután 6 óra előtt 2 perccel a Szilvakék regények szerkesztőségében eldőlt. A regény kvalitásai, az én személyi kapcsolataim, valamint az ön rokonának polgármester apósa együttesen megtették a magukét, és Farkas Dávid úr egy zsebből kiutalt előleg birtokában írónak érezheti magát. Kérem a 6 túrós. Nenni, 6 túróst? Martin egy kapuciner? Jaj, uram, az ön nagy lelkűsége zavarba ejt. A kapuciner nem is jár neki. Nem is magának kértem, magamnak. Ó, itt jön avatott tollú írónk. Uram, Farkas Dávid, azaz most már I.V. Armstrong úr. Holnap délután hozzálátunk egy új regényhez, amelyet a Gránátalma virág regényeknél fogunk elhelyezni. Nézze, Plek, nagyon furcsa ez a hang, ahogy maga beszél velem. Ha kedvem lesz rá, majd írok. Értem, már író. Kérem, nem ártott, hogy némi útba igazítással szolgáld, de az mégiscsak sok, amit megenged magának. Értem. Értem én, kérem. Persze, ha esetleg, hogyha megakadnék. Hogyha hiányzik még néhány plek, kapura jön mindig a vörös plek. Kívülről tudok minden regénytípust, mégsem kapok a sok flektől flektifuszt. Sok tegnapi kutyapecér, holnap irodalmi vezér, járhat kitüllesztett mellett, megszületett a bestseller. Tegnap még nem szóltak egy kukkot, fészkemben neveltem sok kakukkot. De azután felnőnek a fiókák, s teletolják a szerkesztők fiókját. Hiába atyai hajlam, csak addig kellek, míg baj van. Hangjuki szemtelen pimasz, jutalmam fölényes grimasz. Belülről ismerik a céhet, miért is fizetnék a cehet? Ha mégis hálájukat el ne túlozd, mit adtak dicsőségért túrós? Hogyha hiányzik még néhány flek, kapóra jön mindig a vörös plek. Persze, ha hiányzik még néhány flek. Halló, Zsán, maga az? Én vagyok, igazgató úr. Hazajött már a feleségem? Parancsára. Itt vagyok, drágám. Csak nem történt valami. Hallom, kerestél. Ilyenkor nem szoktál jelentkezni. Hol jártatok? Minden rendben van. Otthon van Henrik is. De drágám, persze, hogy itthon van. Mindnyájan jól vagyunk. Shoppingolni voltunk. Vettünk pár holmit a nyaraláshoz. Igen? Nem. Helén! Várj. Kaptam egy levelet, és nagyon megijedtem. És nagyon aggódtam, értetek. Várj! Mindjárt felolvasom. Hallgasd meg, mit írtak. Majd te is megérted. Korgó gyomorral tanultam Plátont és Szokratészt. Micsoda? Hatalmas programmal állok itt, és egy ország irodalmi műzlését... Ejje. Várj, drágám, ez nem az a levél. Embereim, figyelik, ez az... Embereim figyelik, hogy értesíti a rendőrséget. Na nézd, módom lenne mesterségem gyakorlása közben lefordítani Montaigne-t, sőt, készítenék egy korszerű Puskin fordítást is, mert meg kell mondanom, az Anyegin egyetlen fordítása sem áll megfelelő színvonalon. A 300 pengő egy boldog családot indítana el, az eredményes munka útján a fekete kéz.
Izé? Igazgató úr, kérem, megvan a 30 000 pengő. Menjen a pokolba! Mi az, drágám? Semmi, nem neked szóltam. Drágám, ez egy nagyon szép levél. Igazán megérdemli szegény fiú a 300 pengőt. Emlékezzél csak rá, amikor te kezdted, milyen szegények voltunk. Bandám nem ismer irgalmat, maradunk vérfagyasztó. Te jó Isten, én állat. Halló? Drágám, mi van? Nem értem. Marián, hol az a pénz? Megjöttem, teljes siker, nézze! Küldtek választ, méghozzá milyen vastag borítékot. Hát ez már nem is levél, hanem egy csomag. Tele van pénz, ez szent Isten, ez mind pénz. 300 pengő, 30 darab 10 pengős. 300 pengő. 300 pengő. 300 pengő. 300 pengő. 300 pengő. Nagy Isten, nagy Isten. Lehet, hogy valamennyien álmodunk. Előleg egy új anyagin fordításra. 300 pengős álom. Nem lehet álom, hiszen a küldemény a Herald magazin borítékjában érkezett. Uram, ilyesmit nálunk csak írni lehet. A valóságban ezt nem adjam. Tessék, tessék ezt a hamis pénzt elvinni innen. Miért volna ez hamis pénz? Ha igazi, annál rosszabb. Kérem, tessék távozni. Martin, igen. Törölje le az asztalról ennek az úrnak az új lenyomatát. Igenis, uram. Nenni, menjünk. Tegye le a kenyeres tálcát. Örökre itt hagyjuk a Barbara tejbárt. Nem, nem. Menjen Evelynhez. Nem, nem, nem. Nem akarok Evelynhez menni. Én már akkor is gyenge voltam az öngyilkossághoz, amikor először odaállt mellém. Máshol kerestem a boldogságot, de a múltat szívesen elfeledem. Az életnek másodszor is nekivágok, de csak is akkor, ha maga marad mellettem. Sokáig éltem egyedül, azt hittem, hogy minden öröm elkerül. De mert olvastam sok szerelmes regényt, hát nem adtam fel soha a reményt. Ezért most máshol keresem a boldogságot és a múltat, szívesen elfeledem. Nem sokára helyre áll a nem. Mindenért kárpótol, majd a happy end. Hinni kell az élet értelmében, a halálos búcsúlevél szégyen. Megtanított arra engem, hogy nem adnak semmit ingyen, hogyha harc, hát harc! Akkor kard ki kard. Máshol kerestem a boldogságot, de a múltat szívesen elfeledem. Az életnek másodszor is nekivágok, de csak is akkor, ha maga marad mellettem. Sokáig éltem egyedül, azt hittem, hogy minden öröm elkerül. De mert olvastam sok szerelmes regényt, hát nem adtam fel soha a reményt. Ezért most máshol keresem a boldogságot és a múltat, szívesen elfeledem. Nem sokára helyre áll a rend. Mindenért kárpótol, majd a happy end.
Márton bácsi? Parancsol főszerkesztő úr. Rejtő úr nem hozta el a kéziratot? De igen, és elhozta, már olvasom. Mi a címe? A detektív, a cowboy és a légió. Ha befejezte az olvasást, azonnal adja le a nyomdának. Minden tetemes áron, minden tehet az alkalmi ötlet vásáron. Tudjuk, hogy a cipő hol szorít, megkaphatja hitelbe a jó szorít. Áldást hoz a múzsa rúzsa, művét siker koszorúzza. Krimi vagy békés idill, de a kuncsaft mindent kibír. Krémregény vagy kémregény, minden iránt van igény. Afrikából fú a passzát, hízlaja a keszek kasszát. Minden tetem, tetemes áron, minden tehet az alkalmi rendet vásáron. Tudjuk, hogy a cipő hol szorít, megkaphatja hitelbe a jó sztorit. Barbara Tejbár. Zenés játékot hallottak, kedves hallgatóink. Rejtő Jenő kis regényéből írta Semsei Jenő. Versek Rudnai Gábor. Zenéjét szerezte Tamási Zdenko. A szereposztása következő volt. Főnök Csákányi László, Neni Domján Edit, Jánosi Busz Gyula, Plek Bárdi György, tanító Rajz János, Martin Kibédi Ervin, Igladis Gregus Zoltán, Petkins Horváth Gyula, Morris Kemény László, vendég Verebély Iván, Milston Kozák László, igazgató Major Tamás, a felesége Gurnik Ilona, Marian Gombos Kati, Zsán Ferenc László. Közreműködött Árosi Aladár, Keleti László, Maklári János, Mátrai Márta, Pató István, Pogány Margit, Szatmári István, Szó György, Tándor Lajos, valamint a Magyar Rádió és Televízió Kamarazenekara és a Földényi Kórus Balassa P. Tamás vezényletével. A rendező munkatársa Bodnár István. Dramaturg és zenei rendező Rüitner Sándor. Rendezte Bozó László.